Vagyunk otthon, ez a 101 Hit Pécs FM. 79 éves és még mindig megtalálja a tehetségeket Petrov Anatoli Pécsen, aki kezei közül több olimpikon is kikerült, sőt a fiai is edzők lettek, és ők is olimpikonokkal dolgoznak. A magyar úszó hírességek csarnokába Petrov Anatoli neve is felkerült. A hétvégi rendezvényről, az életéről Palotai Tamás kérdezte. Hát ez nagy buli, komoly ez minden. Az mindenki ott voltunk, felnőttek, úszok. Nagyon-nagyon szép volt. A pécsi mesteredző a kezdetekről is mesélt. Először 80-81 mentem a Pécs, és most is itt vagyok. Minden ez a úszás, minden ez a született, azért nekem volt kettő gyerekek, és nekem kell tanulni gyerekek úszni, én gondoltam. És kezdtem keresni hely, hol lehet. Mentem a hármas óvodába, itt a hármas óvodába nevelési központ. És láttam kis medence, 6 méteres, 8 méteres nyílt medence udvarból. Mondtam, lehet víz a medence csinálni. De lehet. Próbáltunk és kezdtünk minden második nap gyakorolni, játszolni a vízbe. Játszottunk. Egy hónap múlva mi legjobb a kertvárosban voltunk. Csoport azért minden pici 4 éves, 5 éves, 6 éves gyerek megy utcába és mondja, ó, ennyi edző megy. Nagyon érdekes voltak sztori. Megy a idő, ezt idő kezd csinálni úszoda, nagy úszoda építeni is. 1984, ez most csináltunk a ANK úszóklub. És ez a gyerekek, akik voltak, akik tanultak úszni a udvarból, lettek első sportolók, akik kezd úszni a új úszodából. Ott született, így született. De ez könnyű mondani, egy született. Mi gondolkoztunk, városi verseny. A városi verseny hullám volt a nagy úszoda, és ott társi voltunk, szikla emberek. Ha mi nyerünk egy bronzérem, mi nagyon boldogok leszünk. És utána sikerült. És úgy elment. És most itt vagyunk. Elment több, mint a 100 éves, és mi úszunk. Azt is megtudtuk Petrov Anatolitól, hogy születnek a pécsi ANK medencéjében a tehetségek. Tehetséges emberek úgy voltunk. Először kell tanulni, mindenki technikázunk. Technikázunk. Nyáron mi mentünk a Aboliget például. Aboliget egyszer egy hét, vagy kétszer egy hét jártunk a Aboliget úszodába, nyílt úszodába. És utána mentünk a Goricára, ott volt paprikás krumpli, ott a foci meccs, és így egész nyár volt ilyen foglalkozás. Világos, nem mindenki lesznek a bajnokok, nem mindenki lesznek a nagyon jó úszok, de nem is ez volt feladat. Első feladat volt tanulni kell gyerekek úszni, azért gyerek biztonságos tudja menni a vízbe. Petrov Anatolijjal Palotai Tamás beszélget nem sokára tovább, egy sláger is folytatjuk. Itt vagyunk otthon, ez a 101 Hit Pécs FM, 4 taggal bővült a magyar úszó hírességek csarnoka. Többek közt az ismert pécsi mesteredző Petrov Anatolit is beiktatták a hírességek közé. Palotai Tamás kérdezte erről, illetve a pályafutásáról. Petrov Anatoli pécsi úszóedző nem csak épp sportolókkal foglalkozott, a paralimpián is fantasztikus sikereket ért el versenyzőivel, közülük kettőről, Pásztori Dóráról és Sors Tamásról is mesélt. Így egyszer hoztok nagyon pici lány, nem magas, pici, és mondja, akarja úszni. Én mondom, tessék, próbáld meg, tudsz úszni. Ugrálja a vízbe, próbálni kell. És a Dórika neve, ugrottok a vízbe, és jó úsztott. Mondtam, lábmozgás kell jó csinálni, és minden rendben lesz. No, nagyon kemény lány volt, tragédia volt, azért Anatoli bácsi mondja, ezt kell csinálni. Azért 15 éves lány úszik a Németországba, kopja oklevél, hol rá van írva 1005 pont. A 1000 pont ez világcsúcs. Mondom, jó, és ez a idő volt Ausztráliában,
Paralimpia. Pont olimpia volt, itt van a Paralimpia. No, ez könnyű beszélni, de hogy lehet menni? A szövetség mondja, Paralimpia, mondja, nincs pénz azért menni Ausztráliába, ha lesz pénz, saját pénz kell fizetni. No, most ez a forradalom volt, nem tudom, orosz forradalom vagy francia forradalom. Kezd szedni a pénzt, kírni kell igazgató, nem igazgató, barát, nem barát. No, sikerült, mentünk. Hát mentünk. És Pásztori úszik 200 vegyes. No, és harmadik mellúszás kezdődik, negyedik Pásztori. Kezd 50 gyors úszni, második filmedence. Első, ez a Pásztori, utána Tamás, Sors Tamás, ez a történelem, ez a minden mese. Vásárba, itt a pécsi vásár, én láttam egyszer pici gyerek, aki bárnás gyerek, nagyon egészséges, tip-top mozgás, és hiányzik egy kicsi rovid keze. Én mondom, hey, fiú, te ki vagy? Tamás. Mentem a nagymamához, palacsinta. Süti, próbálni palacsintást. No, én elmentem Tamás utána, szép kisasszony nagymamám, mondtam, excuse me, pardon, bocsánatot kérem, nem lehet, az a gyerek megy úszodába. Nem. Én egy hónap udvaroltam nagymamát, azért adj nekem ez a gyerek. Utána egy hónap múlva mondja, ez lehet, csak ha húga is megy a úszodába. És kettő gyerek mentek a Sors Tamás, és húga, gondolom, vagy nagyobb lány. Egy év különbség, vagy kettő év különbség. Mentek a úszodába, és kezdtünk tanulni úszni. És utána Kínába elment a Petrov Iván, és neki volt a Tamás, ő volt edző Tamás. Sors Tamás, és Sors Tamás nyert Kínába első helyig 100 pillangó. Nagyon erős gyerek, nagyon. Most is szikla gyerek. Utána utolsó mentünk a Londonba, olimpiába. Olimpia első lett a 100 pillangó, és 206, pamolymú, vagy 406 második lett. Ez a Sors Tamás. A pécsi mesteredző családjában mindenki úszik, erről is tett említést a riportban. Család úszik Andrei, úszik Júli, úszik Iván, úszik Árpi, négy gyerek van a családban, egy lány és három fiúk. Na most a Júlia legjobb volt, az országos bajnokság volt bajnok, 56, fiúk. Katasztrófa kemények, ez volt neve ANK-s beton, huligánem voltak. Nagyon komolyok, nem tudom mikor is tanultak úszni, és tanultak angol nyelv, de angol nyelv tanultak, nem tanárok voltak, tévébe és könyvek. Olvastak, mindig voltak könyv a keze. Nagyon érdekes figurák. Nem is gondoltam, Ilyen úszok lesznek. Petrov Anatolijjal, Palotai Tamás beszélgettem csak erre tovább. Tolja bácsiról az óra második felében is szó lesz, aztán persze nyitjuk az adventi kalendáriumot. És nem csak erre a pécsi vízilabdások is bejelentkeznek, hiszen ma kezdik osztogatni a plüssöket a város keleti részén lévő óvodákban. Erről is mesélnek majd, sőt a hírek sem maradnak el 8:30-kor. Előtte viszont egy sláger, a Sugar Love dala szól, ez már a fekete-fehér. 9 perc elmúlt 8:30, kellemes napot, itt vagyunk otthon, ez a 101 Hit Pécs FM. Palotai Tamás interjúját folytatjuk, Petrov Anatolijjal beszélgetett, akinek a neve a hétvégén a magyar úszó hírességek csarnokába is bekerült. A beszélgetés során eddig inkább a múltról volt szó, de vajon most hogy áll a tehetségekkel a pécsi ANK úszóklub? Ezt is megkérdeztük Petrov Anatolijtól. Nagyon tehetséges fiúk, nagyon tehetséges, nagyon lusták teljesen, de Ádám ez olyan gyerek, 2 meter baby. Játszó Ádámról beszélünk? Játszó Ádám. 2 meter baby, most rovid pályabajnokság, most volt Kaposváron. Úszik 49 100 gyorsan. És meg is nem igazi ifi, meg pici. 2 meteres baby. 25, 45. Minden szám tudja úszni, de ilyen eredmény azért soha életben nem voltak nekem
olyan úgyes gyerek. Próbálunk segíteni kell. Nem nagyon akarja úszni, de olyan tehetség, hát ez Weissmuller. Ott nézzünk a Weissmuller, hogy úszik Weissmuller, úgy tudja úszni Adam. Bármilyen mozgást tudjak csinálni, csak nem akarja csinálni. De bármilyen mozgás, nincs neki akadály. Ez szuperszónikus. Ott a Martinka, ott a Tina, ott sok-sok gyerekek, nagyon ügyesek. Csak ez a probléma, tudod, ez fiatal korosztály. Általánosságban jellemző, hogy a fiatal korosztályra manapság, tehát más, hogy lehet velük dolgozni, mint 10-20-30 évvel ezelőtt? Igen, teljesen másik emberek. Mihol 20 év ezelőtt, mikor volt a telefon a keze, a gyerek? Nem voltak telefonok sehova. Otthon gondolom volt telefon a lakásba is két. Most minden edzés, megy gyerek és nézi a telefon. És semmi nem lehet csinálni. Most ilyen gond van, például 6 órakor kezdődik edzés. 6 óra 5, Adam ugrik a vízbe. 5 perc minden nap, nagyon sok idő. És sok ilyen probléma van, ami zavarja. A régi gyerekek voltak nem ilyenek, mint mai. Mai nagyon-nagyon nehéz gyerekek. De a eredmények, én mondtam, 50-51 úszik Adam, nagy pálya, 100 gyorsan. Ilyen nem is létezik, nem is volt soha. Ilyen. A hétvégi ünnepélyes eseményen az is elhangzott, hogy kiemelkedően magas költségvetési források biztosításával támogatja a kormányzat az úszósportot Magyarországon. Itt Pécset viszont az ANK-ban egy mindössze 25 méteres medencében készülhetnek a sportolók. ANK, ez a volt minden vita, ez a háború volt a Tási és ANK. Mi később indultak, mi teljesen tabula rasa, hol kis úszoda, négy medence, mondják, hogy lehet négy medence valamit csinálni, ez nem lehet semmit csinálni. No, itt én csak mondtam, most is tudok mondani. Olimpia, aki volt a Japánban, amerikai csoport, úszócsoport, 75 vagy 80% voltak sportolók, aki úsztak a kis úszodát, 25 járda úszodát. És semmi nem zavartak bajnokok lenni. Azért kis víz vagy nagy víz, ez nem probléma. Csak kis vízben több kell csinálni, forduló, gyorsabb kell csinálni, forduló, de ez siker lesz. Azért gyorsabb jönnek a gyerekek. Tolja bácsi, mi a legszebb az egészben? Nem munkának mondanám ezt, hiszen ez egy hivatás, amit választott magának. Mi a legszebb ebben? Nekem így van. Én sokszor van egy barátok, és én mondtam, tudod mi van? Ez a probléma, azért sok év élsz, gyerek. Most kell kezdeni dolgozni, tanulni, úszni, és sikeres lesz. Petro Vanatoli mesteredzővel Palotai Tamás beszélgetett. Nem sokára nyitjuk az adventi kalendáriumot, és jelentkeznek a pécsi vízilabdások is, hiszen plüss állatokat osztogatnak a város keleti részén lévő óvodáiba. Nem sokára róluk is szó lesz.